Új, az első közös otthon megvételekor felhasználható otthonteremtési támogatást indít a családoknak, a kormány Csok Plusz néven jelentette be a kulturális és innovációs miniszter. Csák János a kormányinfón hangsúlyozta, a kabinet célja továbbra is az, hogy minden kívánt gyermek mielőbb megszülethessen. A kamat támogatott hitelkonstrukció az 5000 lakosúnál nagyobb településeken vehető igénybe. A kormány célja továbbra is az, hogy minden kíván gyerek megszülethessen mielőbb Magyarországon. Erről Csák János beszélt a kormányinfón. A kulturális és innovációs miniszter összegezte, hogy 2015 óta 233 ezer család vette igénybe a támogatási formákat, és összesen 754 milliárd forintot szántak ezekre. A miniszter elmondta, hogy a kormány áttekintette az otthonteremtési támogatás rendszerét, és a jelenlegi piaci viszonyokhoz igazította. Hozzátette, ahogyan azt már korábban bejelentették, a falusi csokrendszer marad, és az 5000 fő feletti településeken Csok Plusz néven új kamattámogatott hitelkonstrukciót vezetnek be. Megemeljük az elérhető összegeket. A hitel a gyerekszám függvényében 15, 30, illetve 50 millió forint lesz. Ahogy mondtam, kedvezményes kamatozású, ez 3%, és az első közös otthon megvételekor elegendő 10% önrész. A hitel futamideje, a hitel felvevők választásától függően 10-től 25 évig terjedhet. A kedvezményes támogatást a nők 41 éves korukig vehetik igénybe, de a 2 éves átmeneti időben azok is felvehetik, akik idősebbek, de igazolniuk kell, hogy legalább 12 hetes várandósok. A kormány célja, hogy fedél legyen a családok feje fölött, ezért telekvásárlásra nem igényelhető. További kedvezmény, hogy az első évben nem kell tőkét törleszteni, csak a 3%-os kamatot fizetni, és hogyha megszületik a gyermek, akkor a hitelfelvevők 1 éves hitelmoratóriumot kérhetnek. Gulyás Gergely pedig arról beszélt, hogy a kormány a leghatározottabban elítéli az Izrael elleni terrortámadást. A miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, a kormány álláspontja szerint a közel-keleti konfliktus eszkalációját el kell kerülni az államok közötti háborúval együtt. Európának különösen kiemelt érdeke, hogy a térségbeli országok is megőrizzék stabilitásukat. Ez különösen így van azon országok esetében, amelyek a most meginduló migrációs hullám felvevő országai. Az uniós csúcs találkozóval kapcsolatban Gulyás Gergely kiemelte, hogy a költségvetés módosításáról szóló javaslatot nem támogatja a magyar kormány. Ennek egyik oka a migráns paktum, amit a kormány ellentétesnek tart Európa és Magyarország érdekeivel. A másik ilyen a brüsszeli bürokraták fizetésemelése, ami szintén úgy gondoljuk, hogy Magyarországnak semmi oka nincs arra, hogy a brüsszeli bürokraták fizetésemelését támogassa, hiszen még minimális kötelezettségüknek se tettek eleget Magyarország irányába. Gulyás Gergely hangsúlyozta azt is, hogy Ukrajna anyagi támogatását sem látják indokoltnak, mert nem látják, hogy az a békét szolgálná.